hogyha megengeditek, akkor én is tegezdek titeket, sőt, hogy interaktívabb legyen a dolog, be is vetném az alkalmat, jó, hogyha nem zavar. Zsolt megkért a... És valószínűleg én egy pillanat kell majd, hogy bemelegítem, úgyhogy a kiobácsot. Aha. Jó, akkor addig kérdünk. Zsolt megkért, hogy tényleg próbáljunk interaktívak lenni. Ha van közben bármi kérdésetek, akkor tegyétek fel, és az egészet megpróbálom én is, mint tudod, nem ilyen tudományos szempontból megközelíteni, hanem a mindennapi életen keresztül. Amire kért a Zsolti térek, inkább részfélek a vállalkozás alapítása, hogy indult, hogy mentek az első évek. Be fog melegedni, vagy lehet, hogy túl melegedni? Jó. Gyakorlatilag mondanék egy pár szót, hogy hol áll jelenleg a cég, és akkor elkezdem az elején, hogy jutottunk ide. Rovitex Hungária Magyarországon kívül még 6 országban rendelkezik lányvállalattal, összesen 100 főt foglalkoztatunk, és körülbelül 3 milliárd a cégcsoportnak az árbevétele. Röviden ennyit a cégről, és akkor talán ami az izgalmasabb rész, hogy indult. Én 96-ban alapítottam ezt a céget. Gyakorlatilag akkor egy véletlen folytán kerültem bele ebbe az iparágba, és mondjuk úgy, hogy az első néhány évben ilyen ösztönszerűen építettem gyakorlatilag a céget, ami akkor nem tűnt egyébként építésnek, de mégis az volt, mert hétfőtől vasárnapig dolgoztam. Ami érdekes, mert ugye itt arról van szó, hogy vállalkozóvá válás, tehát nagyon sokan akkor furán néztek rám a haverok közül, amikor a hétfőjéket a Balatonon, meg Orfő, meg erre-arra töltötték. Én pedig a cégnél voltam, és még egyszer mondom, hogy ez nem tudatos építés volt, csak így utólag az ember rájött, hogy valahova sikerült eljutni. Elkezdem akkor egy picit néhány szóval a céget. Tehát 2000-ig gyakorlatilag egy ilyen one-man show vagy two-man show volt, tehát egy ilyen félig meddig bedolgozó kollégával csináltam, gyakorlatilag én jártam, én kötöttem az üzleteket, én szereztem be, én írtam a számlákat. Ami azért volt nagyon jó, mert az embernek a mai vállalatvezetésben is azért ez hatalmas előny, hogy nagyjából tudom, hogy kell egy számlát kiállítani, hogy mennek a kiszállítások, a beszerzések. Gyakorlatilag az első pár évben én hoztam egy kis diagramot, nem lehet, vagy nem tudjuk ezt most kivetíteni, nem tudom, hogy messziről mennyire látszik. Azt érdemes megnézni, hogy itt az első 6-7 évben rettentő sokat dolgoztam, és relatív alacsony árbevétellel, tehát ilyen 100 millió forint alatti árbevétel, nem tudom, hogy mennyire látható volt, és gyakorlatilag nálunk is eljött 2002-ben egy nagy váltás a cégnél, amikor úgy gondoltam, hogy vagy tényleg továbbra is a garázsból csináljuk ezt a céget, vagy pedig megpróbálunk más vizekre elvezni. 2002 volt az az év, amikor tudatosan felvettem néhány olyan kollégát, akik előtte már multiknál dolgoztak. Őket egyébként azért vettem föl, mert ilyen nekem az volt a hitvallásom, hogy valahol keverni kell egy kis, nagyon flexibilis magáncéget azokkal a nagy multikkal, ahol bevezetett rendszerek vannak, jó működő dolgok, de talán ez már valahol gátolja az ő fejlődésüket. Gyakorlatilag 2002-től indult meg egy fejlődés, amikor is egy 150 milliós forgalomról eljutottunk a 3 milliárdosra. Buktatókról beszéltünk, ugye hát rengeteg buktató volt benne. Az első az, hogy annak idején, most nem a szakmában akarok menni, de butas szövetekkel foglalkoztunk, és ennek az első nagy buktatója az volt, hogy ahogy megnőtt a cég, rájöttem, hogy nincsen akkora, sajnos amit mondok, ez való igaz, tehát nincsen akkora legális piac ennek a terméknek. Azt kellett tudni róla, hogy annak idején a butas szöveteket, ugye a megváltozó az áruházak bezártak, a tipikus régi nagy áruházak, ahol árultak, és átmentek a magánkereskedésekbe, illetve a kárpitosokhoz, ahol ugye többnyire feketén ment az üzlet. Tehát én felvettem 5 embert, autókat vettünk, beruháztunk, és feketén nem tudtunk üzemelni, úgyhogy 2003-ban egy éles váltással átnyergeltünk a függönykereskedelemre.
és onnan gyakorlatilag akkor jöttünk rá, hogy 7 évvel ezelőtt ebben kellett volna kezdeni, mert onnan jött tényleg egy nagyon gyors növekedésünk, amit az első néhány évben nagyon örültünk neki, aztán 2006 körül észrevettük, hogy ezt nem igen tudjuk lekövetni. Ez az első 10 év, amit elmondtam, ez tényleg azért nagyon fontos, mert hogyha innen kikerültök az egyetemről, akkor biztos, hogy mindannyian fogtok kapni, vagy meg fognak találni, vagy ti megtaláltok lehetőségeket, multiknál azt mondom elhelyezkedni, és akár már az elején, ahogy Zsolt mondta, ha nem is hatalmas autókkal, de relatív nagy autókkal egy jó bérrel tudtok indulni az életben, ellentétben avval, hogyha azt választjátok, hogy vállalkozók lesztek. Akkor garantáltan az első 5 évben nagy autókban mondjuk csak gondolkodni kell, de utazni nem. Ami nagyon fontos, hogy ez egy ilyen elhatározás, én azt gondolom, hogy valaki vállalkozó lesz, vagy elmegy egy céghez dolgozni, ami rengeteg, főleg az elején rengeteg lemondással jár. Én azt gondolom, hogy azok az emberek, és itt a nagy autó az tényleg legyen egy ilyen átvitt értelem, akik nagy autókba mennek, most vagy a 90-es években szerencséjük volt, de azt talán tegyük félre, vagy tudatosan egy olyan céget építettek, ami rengeteg lemondással jár. Tehát, hogyha ti nagyon gyorsan szeretnétek pozícióba kerülni, és relatív hamar egy jó egzisztenciát megteremteni, akkor lehet, hogy úgymond a vállalkozósdi nem a legjobb megoldás, viszont így utólag 15 év távlatából visszagondolva, azért én azt mondom, hogy akiben van kitartás, az mindenképp álljon ennek neki. Nagyon fontos alapdolgok, alaptézések vannak, ugye, amit a magyar vállalkozók sokszor nem tudnak, ugye, hogy az árbevétel és a profit az nem ugyanaz. Ugye a közgázon gondolom ezt nem kell elmondani, csak azt gondolom, hogy vannak olyan közgazdászok is, akik ezt tanulták, és lehet, hogy tudják, csak ugye a pénznek van egy csábítása, és ezt, hogyha összekeverik, akkor az garantált, hogy a cégnek az építése, a cég felépítése az valahol meg fog állni. Azt tudni kell még az első 7 évről, itt a sikerek és a kudarcoknak az egyvelegében, hogy gyakorlatilag ebből a cégből pénzt nem vettem ki. Tehát tényleg itt minden egyes megtermelt forintot sikerült visszaforgatni, és ebből tudtunk kicsit előrébb lépni. Tehát azt gondolom, hogy ezt mindannyian tudjátok, akár egy házat vagy egy kutyaholat akarunk építeni, pénzt kell hozzá. Tehát hogyha van valamink, akkor abból lehet, hogyha ezt föléljük, akkor nem fog működni. Itt Attila említette a nagy multikat és a függést. Hát természetesen, hogy mi is a nagy árbevétel miatt 2004-2005-ben megtámadtuk ezeket a Magyarországon lévő nagy multi cégeket. Rettentő büszkék voltunk az első fél évben, amikor beszállítottunk nekik. Nagyon nagy árbevételeket értünk el, tehát jöttek a következő éves tárgyalások, amikor már visszáruló különböző kondíciókról volt szó, és nem utolsó sorban, amit Attila említett, tényleg az embernek van egy önbecsülése, akkor vannak olyan dolgok, amiket egy ilyen tárgyalás után átértékel. Gyakorlatilag mondjuk mi tavaly és az idejében jutottunk el oda, hogy azt mondtuk, hogy tényleg inkább saját lábon állunk. Ezek a multik nagyon kecsegtető ajánlatokat adnak, de mi szeretnénk egy stabilan működő céget felépíteni, nem egy olyat, amit egy-egy nagy partner gyakorlatilag, főleg egy válságos időben térdre tud kényszeríteni. Itt megint csak az, hogy az ember hidegfeje el tudja dönteni, hogy egy félmilliárdos árbevételre van szüksége, vagy pedig biztos jövőt akar biztosítani magának, a kollégáinak is egy olyan árbevételt, amiből a végén valami profitot is tud realizálni. Gyakorlatilag a következő nagy lépés ez a multis beszállítások után, ami egyébként néhány évig jól működött, a külföldi terjeszkedés volt, ami onnan jött, hogy előtte termékeket vásároltunk és eladtunk, tehát kereskedőként működtünk, viszont 2006-ban elkezdtünk mi is termékeket fejleszteni, amiket nem Magyarországon, hanem külföldön gyártattunk le, de hát rá kellett jönnünk, hogy a magyar piac nem tud annyi mennyiséget fölvenni, mint amik a minimális gyártások, amikor megkerestük akár Németországba, akár Kínába vagy Törökországba egy gyártót. Úgyhogy megalapítottuk az első leányvállalatunkat Horvátországba, ezt követően Németországba, Csehországba, Szlovákiába, Romániába, és tavaly előtt pedig Szerbiában. 2008 volt a következő nagy forduló a cég életében.
Ugye 2008-ig a gazdasági válság előtt tényleg minden vállalkozásnak sokkal jobban ment, tehát a szervezeti kultúra az nem fejlődött úgy, gyakorlatilag akkor is már csináltunk egyszer 3 milliárd körüli forgalmat a cégcsoportban, de a vállalati kultúrák nem volt fejlett, mert így egyszerű vállalkozóként mondjuk úgy tényleg, hogy rettető sok pénzt termeltünk, tehát még úgy is, hogy pazarlóan éltünk, és nem gazdálkodtunk se az emberi erőforrásainkkal, se a tőkénkkel, annak ellenére jelentős profitot tudtunk termelni. Tehát 2008-ban jött az, amikor az ember rájött, hogy egy céget azt nem csak szélszesként, tehát nem csak értékesíteni kell, hanem nagyon fontos az, ami mögötte van. Úgy gondolom, hogy akkor már 13 éves vállalkozói múltal a hátam mögött, ráadásul úgy, hogy nulláról egy 3 milliárdot céget fölépítettünk, természetesen, hogy az ember gondolhatná azt, hogy minden tud és mindenhez ért. Ez egy nagy, azt gondolom, hogy ez egy nagy átgondolás volt, 20% árbevétel csökkenésünk volt, ugye, ami nem csak a válság miatt volt, hanem onnantól kezdve kezdtük el olyan, tehát 2008-ig a cégben nem volt olyan, hogy controlling, tehát volt egy pénzügyes kollega, aki most egy interaktív módon számolta, hogy mennyi pénz jön be, és abban mindig maradt is, tehát nem voltak ilyen problémák. Mert 2008-ban akkor felépítettünk egy egész más struktúrát, egy gazdasági vezetővel, akinek felelőssége volt, controlling volt, hetente figyeltük a készleteket, tehát egyszerűen megnéztük, hogy mekkora tőke hozza azt a profitot nekünk, ami hozzá szükséges-e, vagy hogyha ekkora tőke szükséges, akkor mit várunk el. Gyakorlatilag 2011-re volt az, amikor ez a rendszer fölött, hogy az ember próbálkozik. Első körben fölvettünk jó végzettségű, nagyon jó pedigrével rendelkező embereket, akik szintén megint csak a multi világból jöttek. Viszont ez egy, amit már mondtam az elején, egy teljesen más forma egy vállalkozónak lenni, és ott, ahol az ember a saját bőrét viszi a vásárra, vagy pedig egy multitól eljönni, ahol gyakorlatilag adnak neki egy nagy büdzsét, és abba kell beleférni. Ugye az se jó, hogyha sokat költünk, az se jó, ha keveset, mert akkor jövőre nem kapunk annyit. Lényeg a lényegben, hogy ha még egyszer elkezdeném ezt az egész vállalkozást, akkor biztos nem 13 év után állnék neki egy szervezetet fölépíteni, hanem már az első évektől, amikor az ember talajt fog, akkor nagyon fontos az, hogy kialakítsa azokat a kulcspozíciókat a cégbe, akik tudják védni. Nálunk a nagy probléma az volt, hogy gyakorlatilag még 2-3 évvel ezelőtt is úgy mondom, hogy egyedül vittem úgy a céget, hogy dolgozott már 70 ember benne, de gyakorlatilag minden döntést én hoztam meg. És ez így utólag tényleg azt gondolom egy hibás döntés volt. Írtam én is föl magamnak pár dolgot, ha nem haragszottak, akkor lapozok egyet. De látom, hogy azokat el is mondtam már. Gyakorlatilag azt mondom, hogyha Zsolt mondta, hogy a Robitex sztori, tehát gyakorlatilag ez volt, most nagyon sokat lehetne róla beszélni, mert szívvel lélekkel csinálom a mai napig, és az ember szeretne egyre jobb pozíciókat elérni, és amikor Magyarországon a szakmában megismertek, akkor az ember azt szeretné, hogy külföldön is ismerjék meg. És hát azt mondom, hogy nagyon jó érzés, amikor van Frankfurtban egy nagy világkiállítás, a textilnek minden januárban, és mikor 15 éve először ott voltam, akkor jó érzés volt az embernek ott tenni egy-két gör, és mikor 2006-ban, tehát akkor úgy tűnt, hogy aki ott kiállító, ők a nagyok, és hát ide bekerülni gyakorlatilag egy magyar srácként nem lehet. Mikor 2006-ban volt egy ilyen megnyitó gála, és ott mi kiállítottunk, akkor azért azt mondta az ember, hogy az a 10 év, mondjuk úgy azt, hogy sokszor kínszenvedés, sokszor kudarcok, akkor azt mondta az ember, hogy ezt megérte csinálni. Gyakorlatilag, hogyha gondoljátok, tényleg kérdezzetek, rengeteg dolgot lehetne mondani az egészről, meg hát azért a 16 évnek van is jó néhány sztoria, de az időből se szeretnénk kilépni, úgy látom, hogy 40-ig volt tervezve, úgyhogy továbbadom akkor a mikrofon. Köszönöm szépen!